adását, sziasztok, ismét a Need for Speed, majdnem Word-öt mondtam, de a Underground 2 tovább játszásában, nem tudom, végigjátszás lesz-e, bár hogy rajta múlik, akkor biztos, de majd meglátjuk. Na, úgyhogy akkor innen folytatjuk, ahonnan abba hagytam itt a gyönyörűséges Nissanommal, menjünk akkor egy driftet, úgyhogy már úgyis itt vagyunk. Picit ezt így bejebb hajtom, mert így jó lesz. Na nézzük, olyan sok izé Corolla, ami nem jó, mert azok jól tudnak driftelni. Úgy de szépen néz ki az autó, nem azért, de szép nagyon. Na, ne toljál. Közben, hogyha nem tudnátok, vagy hát bár miért ne tudnátok, ugye mondtam az előző részben, hogy nem tudom megcsinálni, hogy 4-3-as arányból ki 16-9-eljem a játékot, mert hogy mit tudom én. Aztán néztem, és Sony Vegas-on meg lehet csinálni, úgyhogy az eredeti képet, tehát a 4-3-asat kinyújtsa, ahogy ilyen látom, úgyhogy 16-9-es képarány lesz, tehát ugyanazt fogjátok látni, amit én is látok, szóval így ki van nyújtva a játék, inkább jobb, mint hogy 4-3-ba legyen, de ki lesz nyújtva egy picit, úgyhogy ugyanúgy fogjátok látni a játékot, mint ahogy én, úgyhogy ennek nagyon örülök. Meg tudtam csinálni, amikor utána néztem, mert hát tudtam én, hogy lehet így 4-3-asból, meg mit tudom én ilyen, hoppá, második lettem, mert valahogy nem úgy értem be. Na várjunk, csak elbeszélem az időt, mindegy, úgyhogy menjünk vissza. Szóval igen, hogy meg lehetett csinálni, úgyhogy nagyon szuper, a hang is elég jó lett az előző rész, úgyhogy én azt a beállítást megtartottam, bár hogyha még valami nem stimmel, akkor majd állítok rajta, de szerintem ez így oké. Hoppá. Jól néz ki ez az oldal, mint a... Mondom, ilyen eléggé BMW-s. Bár annak a harmadik az piros, azt hiszem. Úgy fehér, azt sose tudom, mert van egy világos kék, sötét kék, meg még mellette valami. Azt nem tudom sose, hogy ez milyen. De ilyen autó is jó lenne, én is gondolkodtam, hogy életbe venni. Vagy veszek, vagy mit tudom én. Ilyet egyszer láttam itt nálunk Miskolcon egy McDonald's előtt, milyen érdekes, aztán úgy megtetszett, hogy mondom életben is van ilyen jó pici, hogy mondom ilyet kéne venni. Csak hát nem tudom, hogy ez azt hiszem Japán ugyanisztán, hogy forgalmaznak-e még ilyet egyáltalán. Mindegy, nyertünk, annyi a lényeg. De ez is jó autó. Na 300-at. Na és most kell szponzort választani. Hey dude, I just sorted through the last stack of contracts. És van, azt mondja, hogy 4 darab. Sponsors want to sign you up for the Underground Racing League. So I picked the best of the best for you. Just let me know who you want to sign with. Köszönjük szépen. Na, itt van a Street Glow, van Eurolight, Edelbrock, meg a Toyo. A Toyo, mint a tyúk. Na és akkor itt van egy bónusz. Az URL, ami azt jelenti, hogy a nagy verseny, amit majd később lesz, az 1100-at ad, ahogy mindegyikbe. Signing bónusz, tehát hogyha most hozzámegyek, akkor annyi pénzt kapok ott fent, illetve... Én szerintem eurolites leszek, vagy édelbrokkos legyek, nem tudom. De mivel Nissan-nál vagyok, eurolittel kéne menni, mindegy. És ez a sponsor race purse, vagy mit tudom én. Na itt mutatom, szóval ez a bónusz az, hogyha most hozzá csatlakozok, akkor ennyit kapok most készhez. Az URL ugye mindenhol ugyanaz a nagy versenyek, illetve hogy a versenyenként itt van egy 3 circuit részenként 900-at kapok. Ez 3 driftre 875, 3 dragra 875, 1-1-1-re 850, úgyhogy szerintem a driftnél maradok, mivel japán autóval vagyok, ami jó a driftre. Úgyhogy az első lesz ebből egy csomó amúgy ebből a szponzorokból, az első az Eurolit lesz nekem, tehát rá is teszek majd egy matricát a kocsira, hogy Eurolit, hogy lássák, hogy az első szponzorom ez volt. Hey, I wanted to give you the heads up. Now that you're under contract to the sponsor, you've got to complete some specific... Sponsor Eagle, PewDiePie copy. Get over there and tear it up. I'll talk to you later. Na, és akkor itt látható a térképen az X-esek, itt van az URL is már van, de jó, akkor lehet ezt megcsináljuk még ma. Szóval vannak ezek az X-ek, amik a szponzorokat jelölik, tehát hogyha azt megcsináljuk, akkor azért több pénzt kapunk nyilván a szponzorok által. De akkor csináljunk még driftet, mert ezt szeretem. Talán drift az egyik kedvenc módom ebben a játékban.
Főleg majd későbbi játék során, amikor lesznek a hegyből lejövő driftek, az még nagyon jó. De amúgy mindegyik driftet szeretem. Ez kár, hogy kivették a további. Nem is tudom, a többi Need for Speedbe azóta volt egy drift mód. Nem hiszem nagyon. A Carbonban volt még azután, azt tudom. És úgy... Hát én szerintem ennyi. Na itt nagyon szépet lehet, csak hát nekem jöttek. Ami már mindegy. Úgyhogy majd egy eurolites valamit tegyünk rá, el ne felejtsem. Ilyenkor nincs zene, érdekes, bár nem tudom, hogy volt-e valamikor is, de most nincsen. Hoppá, harmadik vagyok, vagy hanyadik, igen. Na, ne fagy be! Nem tudom, miért fagyogott be így ilyen másodperceket. Lehet a lemez karcos, mondjuk egy pár helyen karcos, igen. Szörülök, mert amikor megvettem ezt a játékot, ilyen bundle-be vettem, már nem is lehet szerintem kapni eredetibe. Tehát benne volt a Need for Speed Underground 1, 2, meg a Most Wanted, hoppá. Ó, oh, első vagyok, pont az utolsóval. Szóval igen, benne volt a Most Wanted, 2005-ös, az Underground 2, meg az Underground 1 eredetibe, CD kulcssal, tehát hogy még ilyen dobozom is van hozzá. Nem tudom, már 5000 forint volt, de hát mondom, ezt muszáj megvenni, mert ezt a játékot nem eredetibe. Meg se volt nekem azelőtt eredetibe, ez az első, és már játszok vele körülbelül 13 éve, körülbelül nem tudom, jó pár éve. És egyszer se volt meg eredetibe, mindig letöltöttem, vagy valami. De mondom, ez kell, mert ez, hogyha már nem lesz letölthető, vagy valami, mert elég régi játék, akkor legyen meg itt a polcon, meg hát szépek. Én már spoilert szeretnék az autómra, de nagyon szép ez a 180, de 240? 240. Mert az új Need for Speed-re ezt úgy hívják, hogy 180, és a Nissan 180 SX, pedig ugyanúgy néz ki, mint a 240. Aztán már most keverem, mert most nagyon arra hajazok, hogy az meglegyen, aztán csapatjuk. Jelentkeztem bétára is, bár azt szerintem már mondtam minden három videóba eddig. És hát mind a kettőben, meg ebbe is mondom, hogy PlayStation-on meg Xbox-on lehet jelentkezni bétára a Need for Speed újból. És hogyha meg lesz, hogy valami, nem tudom, elmehetek 25-e után, vagy addig lehet jelentkezni, és ha valaki kap, utána kap, vagy nem tudom, hogy lesz. Lehet októberbe. Úgyhogy azt is ki fogom próbálni mindenképpen. Na, 16000-re winner. Your winner. 300, oké. Okay. Hoods, na az jó. Van még valami, nincsen. Szerintem, hoppá, van itt tényleg az a csillagos. Akkor még addig nem tuningolok. Viszont az URL-re jó lenne belső tuning, úgyhogy 5000-et össze kéne szedni. Aztán pedig még a külső csillagos valamire is kéne fejleszteni, út, vagy mindenféleséget rátenni. Úgyhogy addig még itt elvegyünk, úgy de pici pálya lesz ez. Elnézéseket kérem. Elnézést. Egyre szebb ez az autó. Néztem, elég pixeles így kinyújtott képen. Miért akad meg ez állandóan, nem tudom. Szóval hogy elég pixeles a játék, de hát már nem mai. De még így is jó, hogy elfut ilyen max, az összes minden maxon van. Tehát én emlékszem még régen, amikor először ezt játszottam, minden lovon volt. Tehát még ez a, hát ahhoz képest jó, szép ez a játék, de már mai szemmel elég ronda. Viszont tartalmas. De hogy ezt a játékot még lovon játszani, szóval... Mert így maxon van tényleg minden. Jó, az anti-aliasing az nincs felvéve, mert azt nem lehet. Akkor végképp kidobna. De azon kívül jó, van road reflection, meg mit tudom én, meg elmosás, meg ilyenek, de tényleg a blurt lehet ki fogom venni, mert elég idegesítő. Bár nem tudom, na mindegy, hol mész, Roli, nem tudom. Szóval nem tudom, mit akartam mondani, de biztos. Na menjünk még egyet.
Még szerintem ezt az X-eseket megcsinálom, aztán a belső tuningokra ki is futja. Ott van egy Vauxhall Corsa. Aztán jó lesz ez. Az elején is tiszta, hogy ott vannak az emberkék, most meg hirtelen eltűnnek. Tehát nagyon jól össze van rakva ez a játék. Jaj, a csúnya volt, hát igen. Régebben csúnya volt, bár most se egy nagy gyönyör. Mondhatom. De azért mindig szép. Én amikor ezt a laptopot kaptam, most játszok ezzel. Amúgy nem is hittem, hogy ennyi mindent el fog ezzel érni. Én azt kívántam, hogy egy olyan laptopom legyen, amin elfut az Underland 2 Max grafikán, és ezt megkaptam. Aztán meg elfut, mit tudom én, milyen... Mivel játszok mostanság, ilyen Kingdoms of Amalur, meg a Star Wars The Old Republic, meg a Need for Speed World, tehát hogy jó sok minden elfutott azóta ezen. Nem csak az Underland 2. De aztán ez is elfut, úgyhogy örülök neki. Na nézzük, hogy valami újdonságot kapok-e, vagy ha nem, akkor tuningolunk belsőre. Nem kaptam még. 4000-ből. Nem hiszem, hogy lehet, de megpróbálunk. Nitrót, azt nem, valamit nem kéne beletenni. Motort azt biztos teszek. Ezt most elnyomjuk, mert nem érdekes. Igen, és akkor itt külön be lehet állítani, hogy a légszűrő, meg a mit tudom én, kipufogó milyen legyen. HKS, az tetszik nekem. HP Racing. AM. DC. Jó legyen így, bár ez nem nagyon sokat számít, de mindegy. EQ az elektronikus vezérlő szisztem, azaz rendszer, és pont elmondtam, mert elektronik central units vagy valami ilyesmi. Vagy szisztem, ilyen, nem tudom, már az előbb pont jól mondtam, de már elfelejtettem azóta, amit mondtam. Fuel, Apexi. Ja nem, ez sem Apex, jó lesz az. Transmission. Ez nem visz sokat. DC. Clutchmaster, vagy nem tudom, hogy kell mondani, de az biztos jó. Pont ki fog telni szerintem. Ez mi? Nem tudom már mi ez. Mindegy, Leon HP Racing, meg Conny. Mi ez a suspension, az jó azért rá. 750 pont kijön, ez pedig a nos. Nos, mert az a legjobb nitro fajta, igen. Most nem fog finom hangolni, de lehetne azt is majd később. Azt sose értettem igazán. Ezt majd egy picit később fogok, hogyha már úgy belejöttünk, hogy tényleg megyünk. Na most még akkor 120 van, az nem sok. Még megcsinálom a az egyik X-eset. Aztán fotózkodunk, előtte pedig állítok húdot, és elmenjük URL-ezni, és szerintem ennyi is lesz a mai rész. Sőt, nem is tudom, az URL-be belekezdjek-e, mert még 15 perc van körülbelül. Ez helyi fotózkodás, úgyhogy akkor nem kell menni. Igen, az ilyen magazinoknál van, úgyhogy vagy helyileg fotózol, tehát ami azt jelenti, hogy beleállsz oda a körbe és egyből fotóz, vagy pedig el kell menni időre valahova, és ha nem érsz el, akkor nem tudsz fotózkodni. Típus. Közben megnézzük mi. Mi volt ez? Nem tudtam elolvasni, mindegy. Na nézzük, ez jó nagy pálya lesz. 870, az 995-öm lesz. Még elétezel egy egyet, és akkor születtem. Tiszta jó. Na lássuk, amúgy jól kiront az autó. Hű, tényleg már van benne nyomaték, azt érzem, kirúgja a seggét rendesen. Azt a betyár, mennyire... Mennyivel jobban megy hirtelen most, így érzem nagyon. Picikét kanyarodok vele, az már is üzi 360-ozik. Na nézzétek meg, ó, 5000. Megpróbálok egy ilyen Outrage Driftet. Bár az nem szokott sikerülni. Az majd későbbi játék során, hogyha már erősebb lesz az autó. Most négyszeres szorzó van, 6400 kéne az ötszöröshöz. De az már nem jön össze.
De elég közel vannak 20 ezerrel hozzám. Nem baj, 40 ezerrel. Megnyertük most, az a jó. 875, oké. Amúgy, ha átsiklunk az egész játékon, akkor elég rövid tud lenni. Remélem nem tiltja be tényleg a YouTube, mert szeretném végigvinni. Jó, de jó hangja van, figyeljétek! Oj, nagyon menő. Imádom az ilyen japán autóknak hangját. Főleg a sport kipufogóval. Zenét le kéne menni, és akkor ilyen... Ah, nem tudtam, nézzé, van benne kipörgésgátló lehet. De van benne nitró is. Én szerintem azt mondom, megyek egy... Azaz menjünk egy, és én megyek. Egy URL-t, megnézitek, hogy milyen. Ez arról szól, hogy több kört kell menni, 3, 4, vagy 5 pályán. És aki nyeri, az nyer, tehát ez ilyen pont alapú verseny, és 1100-at ad. Úgyhogy nézzük meg. Aztán szerintem ezután vége is a videónak, mert ez elég hosszú. Ahhoz képest van még 13 perc. Debut speed ide, és beszökünk, tehát ilyen nagyon underground a stílusba. Köszönjük szépen. Ez a vége amúgy itt jobb oldalt a kis spoiler a történetnek. Itt egy ember ült. Gondolom ez már nem lehet nagyon elspoilerezni, mert mindenki ismeri. Szóval akit legyőzünk majd a végén, az lesz a vége. Na, középről megyünk, hogy látom, vagy hogy van ez most. Igen. Jól látom, hogy ez egy 3000 GT, vagy ez csak egy 240SX, nem az 240SX, jó van. Nitrót így lehet tölteni, hogyha megyünk valaki háta mögött, vagy kanyarodunk, vagy hátrafele megyünk. Igen, a hátrafele menettel lesz, hogy a lükverzve tesszük a kocsit, akkor is kapunk nitrót. Illetve van egy jó pár ilyen... De jó a váltó hangja. Van egy jó pár... Azt a betyár, milyen jó a váltó hangja, ezt még nem is figyeltem. Manuálisan váltja a csávó. Szóval van egy jó pár ilyen belső nézet is. Ezzel mennyit játszottam régen kormánnyal, tyű. Nagyon jó ez a váltó hang, ezt nem is figyeltem eddig, hogy ebben ilyen jól megcsinálom. Ja, már biztos nincs benne még nitró, vagy mi az turbo, aztán még nem ezért szőzik, hanem csak ilyen... Rendesen hallani, amikor fokozatba teszi az autót, tiszta jó. Ott van az én nevem, LR. Az Urtok Racing, vagy mi az Isten, de én mindig elnek néztem. Ezt is elmondtam már jó párszor, de mindegy. Hoppá. 4 körös. Ott a város. Igen, ez ilyen kül területre esik ez a versenypálya. És van egy jó pár. Tehát van, hogy ilyen versenypálya, maga az versenypályán megyünk, van, hogy repülőtéren. Na, igazából ez a kettő van, azt hiszem. Kanyon az már a karbonban van csak, úgyhogy kanyonban nem megyünk. Úgyhogy nagyjából ennyi. Most tényleg annyi időm lenne, hogy egy nap 50 óra, akkor az összes Need for Speed részt végigjátszanám. Elejétől a végéig. Tehát nincs sok időm, az a baj. Most speciál van, de amúgy nincs. Sajnos, viszont amikor van, akkor igyekszem én is mindenfélét csinálni. Ez nagyon szép ez az autó így. Unorthodox, vagy unorthobox, vagy milyen racing. Unorthodox, nem ortodox racing, az jó. Na, van 2-szer nitró, a nitró is van egy ilyen, most ilyen zöldes kék, látjátok, lemegy egy réteg, és megy még egy. Lehet feltölteni, van egy alap nitró réteg, meg van még egy. Ez egy ilyen másodlagos nitró réteg, úgymond. Na, elsők vagyunk, ja, és itt nem is van több. Egyet nyertünk, oké. Na, nézzük meg. Yeah, yeah, you lit it up out there, but remember, that was just a taste. You gotta keep winning to stay. People are taking notice of you, and it ain't all good. Don't ask me how, but you landed yourself a new set of wheels.
I guess the sponsors saw something they liked. Head down to the car lot and pick something out. It's highlighted on your map. Later. Na igen, és itt nem pénzért kell megvenni autókat, hanem a szponzorok állják. Tehát, hogy van adott hely, és szponzor által lehet az autókat kikölcsönözni, úgymond. Tehát itt mindegy kölcsönzött autó nagyjából. Jó. Akkor még szerintem elmegyünk a húdot ráteszünk az autóra, és akkor utána elmegyünk megcsinálni még ezt a... Ez mennyi volt ez? 3 perc volt ez a verseny is. Elég gyorsan mennek így. Szóval megcsinálom rá a tetőt, nem a tetőt, hanem a motorház tetőt. És akkor elmegyünk lefényképezni az autót, és akkor vége lenne ez a... Ennek a mai résznek nem ez a, hanem ennek. Gyere, vigyé! Köszönjük szépen! Hoppá, egy sose sikerül ilyen C-be fordulni, sose nem. Ahogy szoktam mondani. Nagyon szép autó. Köszönjük. Spoiler még nincsen, húd, akkor teszünk valamiért rá. Ó, már egyből ez is van. Régen nem eddig volt, na mindegy. Én ezt szoktam használni, ezt a twistert. Úgyhogy ezt rá is tesszük. Backhost az van. Jó, akkor nagyjából ennyi. Ja, meg még tényleg a... Van 2? Ja nem. Most azt kéne megnézni nekünk. Amúgy itt van az overall 7% eddig a játék. Gyorsan megnézem, hogy hogy állunk a rewardokba. Eurolite, jó akkor az. Csak mert nem jut eszembe, hogy most írtam melyik, de gondoltam, hogy Eurolite lesz, csak még felteszünk rá feliratot. Itt is van pont előttünk, aztán lefotózzuk magunkat, és akkor ennyi a mai rész. Ez a kék ház az nagyon meghatározó a gyermekkorom életében. Mindig azt néztem legtöbbet ebben a játékban, amúgy. Olyan kitűnő, hogy ilyen kék, mert mit tudom én. Na nézzük meg. Szépen alakul a kis 240-es X-ünk. Dikál. Jó. Ez a váltunk, vagy mi az? Eurolit. Kompak DDN-DN-LDR-LNK Eurolit. Jó. Lehet oldalra is tenni egy csomó dolgot, lehet hátrafele. De még ide most nem teszünk, mert még nincs több szponzor sem, meg semmi. Vinylre lehetne még valami. Mik vannak még? Ez a kettő van. Lehet majd a motorház tetőre is tenni. Ilyen vinileket. Nem lehet megfordítani az autót, mert én nem nagyon látom. Na így már is jobb. Vagy például ezt a lightning setet. De miért mindig ebben a hülye nézetben van nem látni? Ez vajon a tovább folytatása, vagy nem ez más? Na így látni egyedül. Milyen irányba van. Jó, nem teszünk, elég lesz az, oké. Na akkor így lesz az autónk egyelőre. Egész jól néz ki, azt kell mondjam. Oké, jó. És akkor van rajta a szponzor, minden van rajta. Úgyhogy akkor menjünk fotózkodni. Pont ez a legjobb hely itt a fotózásra, mert én is mindig itt szoktam. Na, és akkor így ez már jó is lenne, de lehet az autót irányítani. Így, megállítjuk ilyen szépen be. Van ilyen show, ahol mondjuk fel lehet így nyitni a különféle dolgait. De most ez nekünk nem kell. Lehet forgatni a kamerát különféle szögekből, de nekem jó lesz most ez alap.
Nem, még egy picit. Így. És akkor így lész ki a B-Views Best EA Games, azért ott figyel a újságunk főcímlapja. És akkor ez egész végig a játék végéig. És kaptunk is érte jutalmat, az tök jó, egész játék végéig majd mindig kell ilyeneket csinálni. Na, a szélmalomnál akkor abba hagyom. Úgyhogy akkor tényleg köszönöm ezt is, hogy megnéztétek, elég jól alakulunk. Úgyhogy akkor innen folytatjuk majd legközelebb. Elmegyek ide a kiskúthoz. Hozzatok kis követ. Na itt akkor be is fejezzük, úgyhogy tényleg köszönöm, megnéztétek, innen folytatjuk legközelebb. Addig is, sziasztok!